Öröm és bánat sokszor összetalálkozik egymással, és egy picit itt is így van, miközben persze ugye mindig ugye abba kapaszkodunk, hogy az öröm legyen az erősebb. Ez az egész Teleki László dolog, ez egy ügyé vált a Nemzeti Múzeum történetében. Egyfelől tényleg a kiállítás sikere, amiről főigazgató előtt megemlékezett, ez nagy öröm volt, mindnyájunknak ebben részt vettünk. Másod pedig egy drámai élményre volt részünk, ugye Szirákon jártunk a Teleki kriptát fölkeresni, és ugyanazt a borzalmas és iszonyú állapotot láttuk, ami én 10 évvel korábban, a 90-es évek közepén is tapasztaltam, akkor a televízióban próbált ennek Katona Tamás és Rádai Mihály hangot adni, ugye a 48-as emlékeiről szóló műsorában, ugye szanaszéjjel, a zöldes, penészes, redves csontok. Ezt nem lehetett tudni, hogy a kápolnában sok-sok nagyszerű, ugye egykor nagyszerű szerepet játszó, ugye halott Teleki József, az akadémia első elnöke, Teleki Ádám a tábornok, és Teleki László, ugye, aki ott felnökezünk. Ugye egy TS tanfolyamról tudunk, ugye, akik berúgva, kugliztattal, csontokkal, valami lángszóróval ott tönkretették, szétverték a kokósokat, egy borzasztó történet. És akkor az kollégáim, már ugye 11-ben úgy döntöttünk, hogy ez nem maradhatik tovább, és egy ügyé változott, sikerült rá a miniszterelnökséget, az akadémiát megnyerni, és a gyönyörű Sziráki kripta megújult, ugye hamarosan, majd ez a következő nagyszerű Teleki feladata lesz majd a múzeumnak, hogy ennek az avató ünnepségen részt vegyen. És ennek a nagyszerű ügynek lett a részese egy barátunk, Kovács Béla, aki egy nagyszerű tehetség volt, egy rendkívül szeretemértő ember, aki egyszerűen szerelmes volt a 19. században, és annak nagyszerű résztvevőjében és alkotóiba. Az irodalom történet érdekelte őt, és aztán a film nyögözte le. A Petőfi Alma Múzeumban dolgozott, majd pedig nagyon sok nagyszerű magyar kulturális vállalkozásnak lett ő a közreműködője. Én egy életlen folytán a gimnáziumban 4 évvel át együtt jártunk, sőt 2 éven át a mellettem levő padban ült Béla barátom, és együtt éltük át a gimnáziumot, innentől van a barátság. Azonban meg kell mondanom, hogy engem is a következő ugye 40, több mint 40 éven át lenyűgözött az a lelkesedés és a szeretet, ahogyan ő ehhez a korszakhoz fordult, és ezáltal ugye nagyszerű műveket tudott, ez a Hungária Literáta sorozat lesz az, ami ugye szerkesztő, riportere, közreműködője, Szörényi Laci, Gerő Jánzis mellett ugye alkotó társa ennek a nagyszerű sorozatnak, és még egy csomó, ugye amikor a Magyar Millennium volt, például azok a kis filmek, amik mindig ugye a iradó után mentek, azok között csomónak ő volt az alkotója, és egyáltalán az, hogy ezt a korszakot képben hogy látjuk, a jelenlevők sokszor nem is tudják azt, hogy az ő filmjeim keresztül találkoztak ezzel és ragadt meg benne. És így aztán a múzeumban is nekünk külső munkatársunk lesz, ugye már a Széchenyi világai kiállításban ő készített ezt az átfilmet, ami a döblingi jelenne, a döblingi történethez kapcsolódott. Ugye amikor Torinóval együttműködtünk olasz barátaink, akkor egy magyar garibaldista elköszönt egy remek filmet. Egy remek sorozata van a Magyar Nemzeti Múzeum legszebb 11 tárgyáról, ezeként etüdők, egész lenyűgöző. És hát ő lett a Teleki László kiállítás egyik filmének az alkotója. Úgyhogy egy picit ez az alkalom most egy picit őróla is szól, és egy gyönyörű CD melléklete van a könyvnek, amit szóba kerül, ezen is rajta az ő filmje, és most úgy lépünk tovább, úgy leszünk, és újra visszatérünk az örömhöz, mert hát persze ezeknek össze kell szólni, hiszen tulajdonképpen ünnepeljük többek között az ő nagyszerű alkotó munkáját is, hogy ezt a filmet megnézzük, és utána kérjük föl Szörényi Lacit, hogy a kötetet bemutassuk.